Buszmegálló. Reggeli hangulatjelentés. Ön szerint mit olvasnak legtöbbet az emberek? Újságra gondolok. Bármi. Újságot, napilapokat. Szerintem. Olvasni? Hát, nálunk a Dunántúli napról minden nap járok. Azt járatjuk. Szerintem a napi sajtókat. Hát én szívem szerint inkább filmeket nézek. Nem szeretem az olvasást. Hát, talán a napi híreket. Szerintem mindenki arra kíváncsi, hogy mi történik a világban, biztosan. Szerintem újságokat. Én úgy gondolom. Könyve sajnos már kevésbé. Nekem az a véleményem. Korosztály szerint lehet ezt válogatni. Idősebbek azért még szeretik a romantikus, ugye, könyveket, jókai könyveket. Fiatalabbak meg hát ezek a modernebb könyveket szeretem, jobban inkább, azt hiszem. Én például szeretem a viccújságokat, mindegyiket megveszem, úgyhogy napilapot néha olvasok. Könyvet nem, nem tud lekötni, úgyhogy csak ami rövid, 20-30 oldalas könyvet már régóta nem. Buszmegálló. Mi a véleménye a televíziós sorozatokról? Hát szeretjük nézni a sorozatokat, csak ne lenne benne annyi reklám. Hát nekem nem jó, mert én nem igen nézem őket. Túl hosszúak. Jó volna rövidebb volna, mert másra nincs idő. Nem nézek tévé. Nem szívesen. Olvasok inkább. Inkább avval töltöm el a szabad estéimet. Nekem tetszenek. De nem sokat tudok esténket nézni, mert babával foglalkozom, de gyerekeim azok szeretik. Hát egy-kettőt szoktunk nézni. De szeretem őket. Van amelyik jó, van amelyik nem. Nem nagyon nézek televíziót, az az igazság. Inkább olvasok. Imádom őket, de most elnézést, elmegy a buszom, és mennem kell. Buszmegálló. Önnek milyen javaslata lenne a vandalizmus, a rongálás megakadályozására? Hát nem is tudom, talán a rendőrség kicsit több járőr kéne az utcára. Meg... fogalmam sincs még, mit lehetne ez miatt tenni. Több rendőrt kellene kitenni az utcára. Többet járőrözzenek. Először is több rendőr. Aztán hatékonyabb... van kellene egy kicsit velük bánni, hogy ezt valahogyan vissza kéne szorítani. Annyi kárt csinálnak, hogy rettentő. Hogy nincs egy épp pad, tehát amit el tudnak törni, azt eltörik. Amit el lehet lopni, azt ellopják. Nincs rendőr, ez a baj. Talán szigorú felügyelet az utcákon, több rendőr, jobban odafigyelni egymásra. Nagyon jó lenne, hogy egy kicsit utána néznének, és különösen az ifjúságnak, hogy miket művelnek. Kijönnek a diszkóból, és akkor nem számít semmi, mindent tökre tesznek. A szemetesekről nem beszélve, hogy mindent megrongálnak, lámpákat, mondom, nálunk csak az ablakokat tudom mondani. Nehéz ezt eldönteni, jobban meg kell őket büntetni. Azt hiszem, hogy itt a fiatalokat kellene kicsit elkölcsönösebb helyre tenni. Szerintem szigorúbb börtönbüntetést adni neki, vagy attól függ, hogy milyen nagy mértékben elnézést, de nagyon megbüntetni őket. Ezt nem lehet, hogy Magyarországon folyik már. Hát nem tudom, mit lehetne tenni ellen, szerintem semmit. Először is évekbe kellene tenni, még valami átfogó programon keresztül.